Egy német márkájú autó motorterét vizsgálja ez a család, sőt ez a házaspár is elsősorban német márkájú autókat néz. Ez is jól mutatja, hogy a magyar használt autópiacon továbbra is ezek a legnépszerűbb márkák. Sőt, a külföldről importált járművek jelentős hányada is egyenesen Németországból érkezik. A tendencia azt mutatja, hogy itt vannak a legjobb állapotban a használt autók, ezekre szívesen áldoznak a magyarok. Az első fél évben növekedett a használt autóbehozatal, de csak kismértékben, sőt az utolsó hónapban már csökkent. Ez annak a következménye, mert az új autó ellátási láncok egészen megrövidültek, illetve az új autó piac teljesen összezsugorodott, hiszen nagyon nagy alkatrész hiány van, ezért nagyon sokat kell várni az új autókra. Ezért ebből kifolyólag sokan használt autót szeretnének vásárolni, viszont használt autóból korlátozott a darabszám, és a Nyugat-Európában is már egyre kevesebb a használt autó, tehát már ott is hiány van a használt gépkocsikból. Ezek átlagos ára 30-40%-kal emelkedett a tavalyi árakhoz képest. Ráadásul a folyamatosan növekvő euró árfolyam miatt a megyében nem ritka az 50-60%-os emelkedés sem. Ennek ellenére most is sokan vásárolnak használt autót. Az idén az első féléves adatok is azt mutatják, hogy növekedett a használt autó piac, tehát kb. 8%-kal a tavalyi év után időszakához képest, és ez most nem csak a külföldről behozott használt autókat érinti, hanem a teljes magyar használt autópiac, a használt autóforgalmazás növekedett. Tehát ez azt kell, hogy jelentse, hogy továbbra is megvan a kereslet a gépkocsik iránt. Ez főleg mondom az új autónak a korlátozott darabszáma indokolja elsősorban. A behozatalt visszafogó tényezők ellenére az előrejelzések szerint az importált használt autók mennyisége éves szinten meghaladja majd a tavalyi 132 000-es szintet.